Remény vagyok, és van rajtam fehér ruhám. És mit lát, hogy meg vagyok mosva az én fehér ruhám. Ugye ezek nagyon fontos dolgok, ugye, hisz olvasunk szintén példázatban, barátom, hogy jöttél ide, hodott. Hát, ugye? Tehát itt ezek nagyon... Bocsánat, Zoli mondja, hogy hogy nézel te ki, mondja a férje a feleségnek, de a nagy gyülekezet előtt azt mondja, hogy itt vagyok én és a fiak, akiket nekem adtál. Meg nem szégyelli őket, atya fiainak nevezni. Ezek nagyon kedves dolgok. Hát az Úr Jézussal együtt leszünk ugye a mennyegzőn, 7 esztendőn keresztül, miközben a Földön megkezdődik egy másik időszak párhuzamosan a mennyegzői időszakkal. Ez nagyon fontos dolog. Én azt hittem, ugyanígy a kegyelmi időnek vége van, elragadtatott ugye a mennyasszony, és akik itt maradtak, ugye, lásd bolondszűzek, lásd hitetlenek, ugye, nagyon nem mindegy, azok pedig az antikrisztusi kort fogják átélni. Amelynek ugye, ahogy olvassuk az igéből, kétfél, az is 7 esztendő, de kétfélre osztható, az első 3,5 év, és a második 3,5. Az egyik a felfutás időszaka, ugye, nevezzük így, amikor ugye jól létet kezd hozni a Földön, és az emberek egyre jobban hisznek neki, és egyre több hatalmat adnak neki, és stb. És a második szakasza, a második félidő, amikor pedig az ördögre és az a pusztítás, amiről az igen beszél, hogy soha olyan a Földön nem volt, ugye akkor teljesen ki. És ami nagyon fontos, hogy a pusztításnak az igazi nagy célja, ugye Izraelnek és a zsidóságnak a visszatétele. Tehát az igei látás szerint az Antikrisztus az egy zsidó származású lesz, de ahogy az igéből olvassuk, ugyanúgy, ahogy az Úr Jézus is, ugye Istenből való volt, tehát őt nem lehet teljesen embernek mondani, de ugyanakkor, tehát Isten ember, ugye, mert Istenből való is, de nőtől született, ugye, hasonló módon az Antikrisztus is így várható, hogy egy ilyen a sátántól való valaki ember lesz, aki ezen a Földön uralkodásra fog jutni. Lehet kérdezni valamit? Hát közben is lehet, a végén is lehet, tessék valamit. Tehát a pogányok, akik az antikrisztus korszakban lesznek, megtérések között? Az én tudomásom szerint a Szentlélek, mivel elvétették a Földről, a pogányoknak a megtérése nem. Úgy gondolom, úgy a nyomorúság ide alatt nem lesz. Én is így gondoltam, de vannak, aki azt mondták, hogy ahogy megtérnek most a zsidók, az majd azután következik. 10 fogály elvedek zsidót, ugye? Ez az időszak az valószínű, amikor zsidóknál lesz a kegyelem már. Ez a nyomorúság után. Igen, nyomorúság után. És nem az a nyomorúság ide alatt van az a mondás, hogy aki segítségül hívja az Úrnak a nevét, az nem tartodik? Az más. Az most van. Nem a nagy nyomorúság ideje alatt lesz ez? Nem. Az most a végényes. Testvérek, maradjunk annyiba, hogy a végén jó, akkor jó, próbáljuk összeszedni. Sok kérdésre választok még a következő percekben, és akkor a végén, ha maradt kérdés, akkor időt szállunk rá. Igen, tehát kezdtem elmondani, hogy az Antikrisztusról is zsidó származású ember. Ugye jelenések könyv azt mondja, a tengerből jön ki a fenevad, tehát ez a népek tengere, tehát ez egy képletes, hasonlatos, allegórikus kép a jelenések könyvében, tehát nem fizikailag a vízből fog kijönni a fenevad, hanem a népek tengere termeli ki magából. Lát, ma ez egyébként nagyon az a tendencia, hogy a fenevadnak nagyon sok minden dologban készül elő a világ az ő úgymond fogadására, idézőjelben, majd erre is rá fog mindjárt térni. Igen, ezeket már elmondtam. Igen. Akkor most nézzük meg, hogy miben is készül elő a világ a fenevadnak a fogadására. A globalizációs dolgok azok mind-mind a fenevadnak a munkáját segítik elő. Mert globális kormány, globális gazdaság, mert ahhoz, hogy valakinek olyan kemény ereje legyen, ahhoz nagyon komoly gazdasági erőre van szükség. Egységes pénz nem, nem kell róla beszélni, hogy hát itt van. Már most itt van, és nagy valószínűséggel nem csak az euróra gondolok, hanem elképzelhető, hogy lesz egy másik fázis, amikor nem csak az euró, hanem akár a dollár, akár a kínai yuan is
egyesülhet és egy pénz nem ér, de ezt nem akarom állítani, félértés ne essék, de könnyen meg lehet, hogy ezek az egységesített pénznemek végül egy globális egységes pénz. Ugyanis elviekben racionálisan sok megtakarítást hoz ez az államoknak, ha ezt így csinálják. Más kérdés az, hogyha egy ilyen jellegű vezető kezébe kerül, hogy mit lehet ezzel tenni. Nagyon fontos, én is erre érdekes módon fölhívnám a figyelmet, ez a kivonható készpénz. Ez azt jelenti, hogy ha a chiprendszerbe vezetik a kártyarendszert, ugye már most bankkártyával mindenki lehet fizetni, akárhol megyek, de olyan szinten lehet, hogy én már ezelőtt 10 évvel például Izraelbe, a pusztába, Berzsevába, automatába vettem ki a pénzt. Tehát szinte alig-alig van, nyilván nem az őserdőről beszélni, de normál, civilizált helyen mindenütt lehet. Napokban Törökországban voltam mindenütt, de 5 házanként van egy ilyen automata. Annyira egyszerű már, most ott tartunk. De ez a kártya olyan értelemben lesz tökéletesítve, hogyha ez chippé teszik, akkor a pénzednek, amit kerestél havi pénzt, azt is ráírja, amit költekezel, bárhol jársz, azt leveszi. Tehát nem kell készpénz. El se hagyod, meg második szempontok is van, akkor mindjárt nem röviden, hogy hogyan. Ebbe a személyigazolványod benne van, a forgalomengedélyed benne van, az útleveled benne van, és ezzel együtt minden millap, ugye némelyeknek mond ez valamit, hogy mi az, hogy millap, tehát azt jelenti, hogy a történelmed benne van. Tehát, hogyha megbüntetett a rendőr ezelőtt 2 évvel gyorshajtásért, akkor az is rá van úgy eljegyezve. Ez a hatóságnak nagyon kellemes, meg jó dolog, hogy ő mindent tud róla azonnal, amint ezt leolvasta. Természetszerűen, tehát most itt a chiprendszerre gondolok, az antikrisztusi kornak a chiprendszerére. Sok meg lehet takarítani rengeteg mindent, mindenféle fekete adót, fekete pénzt kikerülhet az állam. Hát ez neki jól felfogott, racionális érdeke, hogy eljusson oda az emberiség, hogy ne legyen zsebbe pénz. És ezt úgy lehet kikapcsolni, ha a készpénz kivonja a forgalomból, és hogyha ezek a banki műveletek jól működnek akadálytalanul, akkor ez nagyon szépen logikusan működik, és akkor nincs fekete pénz, nincs adózatlanság, minden van adózva, vagy minden meg van írva. Igen, ám csak abban a pillanatban, amikor egy ilyen vezető, mint az Antikrisztus ugye megjelenik, akkor a feltételeket, a politikai feltételeket ő diktálja. És hogyha bármoknál fog valaki le van tiltva, akkor az ember van minden. Mert erről szól az ige, ugye, tehát az antikrisztusi kornak van ilyen proféciája, hogy aki nincs a fene van bélyek, az nem tud adni venni, ebből következik, hogy megélni se tud, de akkor hadd folytassam tovább, hogy abból következik, hogy a határon átmenni se tud, ha nincs útlevele, és akkor kocsit se tud vezetni, mert ha nincs jogosítványa. Tehát magyarul a mai világ már ott van a technika, hogy ez nem probléma megcsinálni. Tehát tudjuk nagyon jól, hogy vannak olyan beteg emberek, akikben már most csüppet tesznek. Ez ilyen, milyen kornak hívják, az Alzheimer-ben, nem tudom, milyen kóros, aki ugye nem talál vissza a saját házához. Elmegy idős bácsi, elmegy, nem tudják, kicsoda, stb. De amikor ezt ma is alkalmazzák, állatoknál nagyon régen alkalmazzák már, hogyha a kedvenc háziállat ugye eltűnik, akkor gyönyörűen nyomon lehet követni. Hát a GPS rendszer, amit az autóban csinálunk, ugye ugyanezen logika alapján működik, hogy majdhogy nem méter pontosan megmondja, hogy hol vagy, sőt, már ha kitérhetek ide, egy kis technikai rész, hogy most a legújabb Audi-ban ugye olyan GPS van, 3D-s, tehát azt jelenti, hogy ugye térben látod a térképet, hogy beírod, hogy hova akarsz menni, és akkor ő mutatja az utat, és már a lámpáját az Audi-nak arra ő tekeri, tehát nem kell, hogy te fordulj, és úgy menjen, nem, hanem ő már fordítja a lámpát abba az irányba, amerre az út megy. És mindezt csak GPS-szel csinálja meg. Csak ezt azért mondtam, hogy a technika már az elektronika lehetőségei szinten utalja. Dacia-ban ne keresétek még tessék. Jó, tehát ugye, ezt csak azért mondtam, hogy ha egy ilyen rendszer bejön, testvérem, akkor tessék elképzelni, hogy ugye sok előny van, tehát ha tisztességesen működne, ugye, tehát rengeteg előnnyel járna, rengeteg kényelemmel, stb. De hogyha egy olyan valaki kezébe kerül, mint az Antikrisztus és annak a stábja, akkor nyilvánvalóan rengeteg hátrány és rengeteg nyomorúságot okozhat, mert akkor semmit a világon nem tudsz csinálni, hogyha azt nem használod. Ezzel együtt még egy-két gondolatot ehhez szintén a chiphez hozzátéve. Ma már ott tartunk,
hogyha egy bűnözőt föl térképez a rendőrség, akkor visszamenőleg x évre meg tudja mondani, hogy az illető hol járt, mert a mobiltelefonja alapján pontosan, és olyan szinten, hogy ma ezt a bíróság elfogadja, mint vád alapot, hogy az illető ekkor meg akkor igen ott volt, mert nála volt a telefon, és telefonba visszanézi, vagy nem tudom, hogy kiskun majsán volt 16-án 14 óra képezben. A telefonjából ki tudja visszamenőleg mutatni a cella információiból. Tehát innentől kezdve nem mondtam semmi újat azzal, hogy ugye a chiprendszerben ugyanezt. Tehát, hogy te hol jártál, mikor, hány óra, hány perckor, mit csináltál, stb. Innentől kezdve elbújni nem lehet. Tessék visszaemlíteni csak egy pár gondolat, nem akarom nagyon ide kitérni, de az antikrisztusi korra ez egy kemény dolog. Mondjuk a nácizmus idején, ugye rengeteg ilyen historikus könyvet olvastam, érdekel a történelmek ez a része. Hát ugye nagyon sokan, ahogy tudtak, úgy próbáltak, aki ellene volt a nácizmusnak menekülni, vagy a kommunizmus idején is, ugye, az adott hatalomnak az erőszakossága elől. De most ugyanezt megtenni, hogyha te ilyen módon kontrál, hogy nem lehet. Hát a pincébe bújhatsz, a barlangba bújhatsz minden éve utána, és mindenki pontosan meg fogja nézni, hogy hol voltál, mikor voltál, mit csináltál, hol vagy, most, stb. Tehát ebbe belegondolni is szörnyű, mert az ember a saját személy szabadságát elveszíti, és erre mondja azt, ugye, mai modern szóval jó, hogy totális kontroll, ugye, akkor, hogyha ez a chip kommunikáció működik. Igen, még egy dolgot szerettem volna. De már úgy látom, hogy át az időmet olyan gyorsan. Nem. Később 20-kor kezdtük el. Igen. A Szent Háromságnak az ellentéte a gonosz háromság. Ugye a sátán a lázadástól kezdve próbálja mindenben utánozni az Urat. Ugye tudjuk, Ezékiel könyvéről emlékszünk, hogy a sátán levettetésének egy érdekes igéje van ottan. Döbbenetes, és hogy ő ugye a fényhordozó volt, és milyen hatalmas kérub, és így tovább, és ő elsősorban az Úr Jézus Krisztus volt neki az igazi nagy konkurencia, hogy így mondjam, ugye? Mert az Úr Jézusnak nagyobb volt a fényessége és a tiszte a mennyben, és ő ezt irigyelte meg, és ő az Úr Jézus helyére szeretett volna lépni. Ugye ez volt a régi nagy konfliktusnak a kezdete, és most pedig igyekszik le másolni, ugye, a Szent Háromságnak a felállását, és ugye az Antikrisztus, most a Antikrisztus korról beszél, Antikrisztus, a hamis proféta, ugye ezt is olvassuk jól is a könyvében, és a fenevad. Ugye a hamis proféta szolgáltatja a lelkiséget, a propagandát hozzá, ez az egész antikrisztusi, hát ahhoz, hogy ő a birodalmát föl tudja állítani. Próbálom egy újat. Próbálok kicsit gyorsabban. Az antikrisztusi korban, mikor ugye egyértelmű lesz, hogy a zsidóság ellen támad az antikrisztus, és gyilkolja és öli meg őket. Tessék elképzelni, hogy ha a nácik azt csinálták, amit csináltak, akkor az antikrisztus mit fog csinálni? Tehát ez ebben belegondolni is rossz, és tényleg nem is szeretném részletezni sem. Egy dolog biztos, hogy ők azt hiszik az első időkben, hogy a messiás az antikrisztusán. Az a lényeg, hogy el akarja hitetni, hogy ő a messiás. Ugye a zsidóság el is fogadja, hogy a messiás. Aztán, amikor gyilkolni kezdi a népét, akkor rájönnek, hogy az lehetetlen, hogy már a messiás legyen, hát a messiás nem gyilkolja a saját népét, ugye? És ekkor elkezdenek kiáltani Istenhez, hogy könyörüljön rajtuk és szabadítsa meg őket, és akkor történik ugye az, hogy ők fölismerik azt, hogy tulajdonképpen az antikrisztus az nem lehet a messiás, és akkor fogadják el, és ismerik el Jézus Krisztust. Tehát első meglátogatás idején nem ismerték el, és a második meglátogatás idején fogják elismerni, amikor a 7. év végén, ugye olvassuk több helyen is, jó néhány helyen, de itt az Akadiás 14.4.5-öt írtam föl, amikor az Úr Jézus az olajfák hegyére teszi az ő lábát, ugye, és az ő szentjeivel lejön, és akkor az olajfák hegye ketté hasad, és ő bevonul Jeruzsálembe is, tehát legyőzi az Antikrisztust és az ő seregét, mert nagyon nagy ugye, népek és seregek lesznek ottan, és megkötözi a sátánt az ő szentjeivel együtt, és akkor